A 2022-es országgyűlési választások után a Fidesz-KDNP 135, az ellenzéki összefogás pártjai 57, a Mi Hazánk Mozgalom 6, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata egy parlamenti mandátummal rendelkezik. A kormánypártok sorrendben negyedik győzelme ismét kinyitott egy vitát az ellenzéki politikusok között a parlamenti munka miben létéről. Engedje meg nekem, hogy távolabbról kezdjem a beszélgetést, hiszen 2010 előtt mások voltak a politikai erőviszonyok. Az ellenzéki munka minősége az elmúlt évtizedekben a parlamentben technikai, politikaszervezési kérdés volt, vagy intellektuális és inkább kompetencia kérdése? Hát, ha megnézzük, amit a tankönyv mond, akkor a tankönyv szerint az ellenzéknek, a mindenkori ellenzéknek kettő feladata van. Az egyik a kormány ellenőrzése, hogy alkotmányosan, jogszerűen működik-e, illetve a választási programját betartja-e. Tehát ez az egyik feladata. A másik, ugyanilyen fontos egyenrangú feladat, az alternatíva állítása, tehát a kormány javaslataihoz képest más alternatívák felállítása, és a szavazópolgárok figyelik ugye a politikát, látják, milyen alternatívák vannak, ezek közül tudnak választani, illetve hát, hogyha a kormány ellenőrzése során viszontagságok kerülnek fényre, akkor azok mentén ugye meg tudja ítélni a kormányzat teljesítményt. Az ellenzék, a magyarországi ellenzék az elmúlt mondjuk 12 évben, amire a kérdés irányul, azt láthatjuk, hogy egyre inkább az ellenőrzésre helyezte a hangsúlyt, az alternatíva állításnál pedig egyre homályosabb, egyre elvontabb alternatívát kínált, ráadásul főként az elmúlt 8 évben ez az alternatíva egyre inkább eltávolodott a magyar emberek többségének érdekétől, hétköznapjaitól, a magyar valóságtól, és egyre inkább egy globalista, külföldi hatalmi központ jövőképéhez, alternatívájához igazodott, és hát ezen belül persze láthattuk azt, hogy az ellenzék ugye egy hatalmi harcba is keveredett, és ilyen szempontból egyre inkább a hatalomtechnika határozta meg az ellenzéki politizálást, plusz az ellenőrzésnek egy ilyen felszínes formája. Hát ez vezethetett ahhoz, hogy egyrészt ugye a pártjaik eljelentéktelenedtek, illetve hogy a kormányzat által kínált alternatíva továbbra is vonzó maradt, annyira vonzó, hogy valóban negyedszer kapott a kormány többség kétharmadot az országgyűlésben. Az interjút péntek reggel rögzítjük. A szerdai egyeztetésen nem született megállapodás az országgyűlésbe jutott pártok között a tisztségekről, így azokra a házelnök Kövér László tesz majd javaslatot, illetve őt jelöli a Fidesz-KDNP ismét házelnöknek. A DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd szerint a Fidesz javaslata a tisztségek elosztására nem felel meg a frakciók létszámarányának. A frakció kialakításánál az ellenzéki pártok fennen hangoztatták az összefogás erejét, míg a parlamenti pozíciók elosztásánál arra hivatkoznak, hogy külön frakcióként több tisztség jár nekik. A politika világában lehet, hogy van értelme ennek a gondolatnak, azonban, hogyha a közvéleménykutatásokat megnézzük, akkor egyfajta ilyen logikai csavar figyelhető meg az ellenzék érvelésében, hiszen az önálló frakcióval rendelkező Párbeszéd, LMP, de akár az MSZP is egyedül nem biztos, hogy bejutott volna a parlamentbe, így felvetődik a kérdés, hogy valóban milyen társadalmi felhatalmazással rendelkeznek. Nagyjából ez az ellentmondás várható az ellenzéki érvelésben a következő 4 évben, tehát hogyha az érdekük úgy kívánja, akkor összefognak, hogyha az érdekük pedig úgy kívánja, akkor egyéniként fogalmazzák meg magukat, akár a kormánnyal szemben is. Hát, hogy az ellenzék rossz teljesítményét a hatalomtechnikával indokoltam, magyarul, hogy a hatalom és a pénz érdekli ezeket az ellenzéki baloldali képviselőket, és ennek rendelik alá a politizálásukat, illetve a globalista érdeknek. Ennek része ez a mostani politika, hiszen azt láthattuk, hogy ezek a globalista körök, amelyek nem akarják, hogy Magyarországon, Lengyelországban ilyen alternatíva legyen, akár a brüsszeli politikával szemben, akár a globalista háborúpárti politikával szemben, mint Magyarországon. Korábban a lengyel modellt másolták, ahol 2020 tavaszán nagyjából 2 éve a varsói főpolgármester tudta megszorongatni az ottani patrióta elnököt, Andrzej Dudát, és hát ezért gondolhatták, hogy Karácsony Gergelyt kell indítani a választáson, aztán látták a szlovákiai és izraeli választások eredményét,
ahol egy-egy szivárvány koalíció élén egy jobbról érkező politikus volt, talán azért cserélték le Karácsony Gergelyt, aztán Nátszi Zaj Péterre. Tehát ez egy hatalomtechnikai játék volt, mert külföldi példák alapján gondolhatták azt, hogy ezeket Magyarországon is sikere tudják vinni. Ezek hatalomtechnikai kérdések, nem arról van szó, hogy milyen alternatívát kínálnak, vagy hogy ezek a pártok egymás természetes szövetségesei lehetnének. Hát a Jobbik és a DK, ugye az a politikai ideológiai skála két szélén helyezkedik el, bár a német patkú elmélet szerint ezek ugye közelebb állnak egymáshoz a szélsőségek, mint mondjuk a mérsékelt pártok, és azt láttuk, amit Márki-Zay Péter mondott is, hogy ők külön-külön képviselik a fasisztákat és a kommunistákat, ez egy hatalomtechnikai eszköz volt. Azonban van egy verseny a pártok között, ugye Gyurcsány Ferenc az zseniálisan lejátszotta ezt a meccset, ugye tavaly februárban írtam a Mozgástér blogon, hogy Sztálin nem indul az előválasztáson című írásomban, hogy a DK mandátum számra játszik, nem miniszterelnök jelöltre. Tehát ilyen szempontból Gyurcsány Ferencnek a minimális célja az ellenzék vezető szerepének megőrzése volt, ezt sikerült is elérnie. És a többi ellenzéki pártnak is van egy minimális célja, illetve egy maximális célja, és ez főként azoknál a pártoknál valóban diszonáns, amelyek önállóan nem jutnának be a parlamentbe, és egyre több ilyen baloldali törpepárt lesz, ugye az MSZP-t, a Párbeszédet és az LMP-t már említette, a Jobbik is egyébként ezen az úton halad, hiszen Jakab Péter inkább lefelé, mint felfelé viszi a Jobbik támogatottságát, pláne ha egy újabb pártszakadás lesz, vagy házon belüli pótaforradalom. Magyarul a hatalomtechnika határozza meg a politikusokat, és hát itt Gyurcsány Ferenc szavait idézhetjük fel az összödi beszédből, aki szerint az ő elvtársai szeretnének 400 ezer forint költségtérítést, és elfelejtették, milyen autófényezőnek lenni. Tehát azt látjuk, hogy a mai tudásunk szerint pont a Momentum is részt fog venni az országgyűlés alakuló ülésén, és esküt fog tenni az alaptörvényre, amit egyébként feles többséggel akartak korábban megváltoztatni, pontosan azért, hogy megkapják például azt az évi 1,5 milliárd forintos pártámogatást, amire ezáltal válnak jogosultá, illetve szeretnék elfoglalni azokat az országgyűlési pozíciókat, akár mondjuk bizottsági elnöki pozíciókat, amelyek egyrészt plusz pénzt jelentenek ezeknek a képviselőknek, illetve hát biztosítják azokat a vitaparlamenti lehetőségeket, például a bizottság összehívását, vagy mondjuk a miniszterek, kormányzati tisztségviselők meghallgatását, illetve ugye a többi eszköz, meg a napirend előtti felszólalást. Tehát azt látjuk, hogy van egy verseny az ellenzéki pártok között, ugye főleg most, hogy van a baloldali tömb és a Mi Hazánk, amely az ellenzéken belül is egy alternatívát kínál a baloldalhoz képest, és hát látjuk azt is, hogy van egy globalista nyomás kívülről, hogy azért a szivárvány koalíciót fenn kell tartani, mert ez tűnik a legsikeresebbnek. Most egyébként a cseh modell felé mozdulnak el. Csehországban a tavaly őszi választáson volt egy konzervatívabb blokk, egy nagyobb blokk, illetve egy ilyen zöld párti, kalózpárti szövetség, polgármesteri szövetség. Tehát úgy tűnik, hogy most inkább nem együtt fognak indulni, hanem két külön blokkban. Nyilván nem mindegy, hogy az egyes pártok, főleg ezek a támogatottság nélküli törpepártok melyik blokkhoz fognak csapódni. A DK, Jobbik, LMP blokk tűnik az egyik oldalon, a Momentum Párbeszéd a másikon. Foglalkozunk még a Momentummal mindenképpen, de előtte az, ami most történik a bizottsági helyek elosztásánál, kétharmados, egyharmados arányban történnek ezek a kormánypártok, illetve az ellenzéki pártok között. Az ellenzéki oldalon valamelyest a baloldali politikai hagyomány folytatása, tehát a pártok és a politikusok mindig is az átláthatóságot követelik, maguk között azonban ellenőrizetlen vagy ellenőrizhetetlen alkuk alapján akarják elosztani a lehető legtöbb pozíciót. Hát ezt láttuk az előválasztáson is, ahol, mint mondtam, a DK az elérhető mandátumok maximalizálására játszott, ezért kötött DK, mint úgymond legerősebb baloldali ellenzéki párt szövetséget a Jobbikkal, mint a korábban második legerősebb párttal, főként egyébként a Momentum meg a többiek ellen, és hát például így tudták elérni, hogy az ellenzéki képviselőjelölti választásnak egy fordulós legyen, hogy ne tudjanak úgy összefogni az ellenzékváltó szavazatok mondjuk egy második fordulóban a DK helyi jelöltjei ellen, mint ahogy össze tudtak fogni Dobrev Klára ellen a miniszterelnök jelölti
előválasztás második fordulójában. Tehát ez a machiavelizmus ez működik, és valóban a füstös hátsó szobákban kötötték meg az alkukat. Ugye nézzük meg, hogy például a 106 egyéni választókerületben milyen sok helyen volt az, hogy a pártok visszaléptek a másik párt jelöltje javára, cserében meg ugye viszont kaptak ők is olyan támogató visszalépéseket, amelyek biztosítottak nekik befutó helyeket, és itt a matematika volt meghatározó, és nem mondjuk a jelöltek helyi népszerűsége. Igen, tehát azt látjuk, hogy ez a hatalmi harc ez folytatódik, hiszen a pártok azok élő szervezetek, és hát akár a szervezet szociológia, akár mondjuk a biológiai törvények alapján a szervezetek, az élő szervezetek növekedni akarnak, túlélni akarnak, és hát ezért törekszenek mondjuk a frakció alapítása, láttuk ugye az LMP-nél is, hogy ragaszkodtak, hogy öten legyenek, láttuk azt, hogy mondjuk az MSZP ahhoz ragaszkodott, hogy legalább a Momentum létszámához hasonló frakcióval jelentkezhessen, a DK nyilván ahhoz ragaszkodott, hogy ők legyenek a vezetők, és hát ugye a vita, ugye most ami áttérve az országgyűlési bizottsági pozíciók vagy tisztségek elosztásánál, a vita valóban arról van, hogy a parlamentben, ugye hát a szavazók ugye egy kétharmados felhatalmazást adtak az országházban a Fidesznek, ez képeznére az, hogy a bizottságokban is kétharmados fideszes többség lenne. Egyébként mindig kormánypárti többség van a bizottságokban, tehát akár egy feles többségnél is a fideszes KDNP-s képviselők többségben lennének az országgyűlési bizottságokban. Nyilván ez inkább a jól fizető állásoknál jelent az ellenzék számára egy érvágást, hiszen ugye egy kétharmad, egyharmad arányban osztják el az országgyűlés bizottsági elnöki, alelnöki, illetve az országgyűlés alelnöki és jegyzői pozíciókat. Ugye volt olyan baloldali képviselő, aki már mondta is, hogy ő azért szeretne jegyző lenni, mert az jobban fizet, és nyilván, hogyha valaki bizottsági elnök, az is jobban fizet, mint egy átlagos képviselői fizetés. Tehát ezt látjuk, és a Fidesz ugye azt mondja, hogy hát a szavazók itt döntöttek, hogy kétharmad a kormánypártnak, egyharmad az egész ellenzéknek, ezen belül ugye a hat párt valóban közösen indult, ezért őket együtt kell kezelni, és hát a Mi Hazánk is bejutott, ugye őknek is a hat mandátumukra arányosan jár pozíció, és a Mi Hazánk ugye azt mondta, hogy ők igényt tartanak egy parlamenti alelnöki pozícióra, hiszen ugye ha három lista jutott be, ebből az egyik listát ők adták, akkor igényt tartanak egy alelnöki pozícióra, és akkor azt mondták, hogy akkor ők kevesebb bizottsági elnöki pozíciót kérnek, hogy ezzel éreztetik, hogy a parlament alelnöki pozíció az egy súlyosabb, a közjogi méltóságos sorrendjében fontosabb pozíció, és akkor inkább lemondanak pár bizottsági helyről, és a baloldal viszont valóban egy haszonmaximalizálást követne, hogy együtt indulnak a választáson, de hat frakciónyi helyre tartnak igényt. Egyébként így is lesz előnyük, hiszen ugye valóban megalakulhat a hat frakció, beszéltünk róla, hogy az LMP is megkapta az ötödik képviselőjét a visszalépések, a listás visszalépések által. Tehát ilyen szempontból ugyanúgy a parlamentnek a 9 frakciójából 6 baloldali frakció, és például a napirend előtti felszólalásoknál, vagy az interpellációknál ugyanúgy ez a 6 frakció fog tudni élni a vita parlamenti eszközökkel. Tehát itt most leginkább az anyagi haszon maximalizálásról van szó, hiszen ugye ezek a politikusok szeretnének bizottsági elnökként akár dupla pénzt kapni, és hogy aki nem lehetett frakcióvezető, azoknak próbálják ezeket a jól fizető állásokat biztosítani. Jelen pillanatban akkor az, hogy a Mi Hazánk a parlamentbe jutott, a bizottsági helyek és posztok, pozíciók elosztásánál a radikális párt az inkább a baloldali ellenzék pártjainak a cipőjébe jelent követ. Hát ugye ellenzéki párt egyértelműen, tehát önmagát már a kampányban is, tehát nyilván a programja alapján is ugye nemzeti radikálisnak határozza meg, ugye nagy fő témája a Covid intézkedések kritikája volt, ugye ez volt talán, ami a plakátjukon a leghangsúlyosabban szerepelt, ugye magukat harmadik útként definiálják, ugye kicsit a korábbi miép mintájára, tehát azt látjuk, hogy ez a párt egy ellenzéki párt, nyilván nem vesz részt a kormány munkájában, tehát az ellenzékhez sorolható, ezért ugye van egy hatpárti baloldali ellenzéki blokkunk, a Jobbik is most már ehhez a baloldalhoz sorolható, egyrészt ugye ők egy ilyen néppártosodási folyamaton mentek keresztül, bár nem minden tagnál jelent ez meg, láttuk ugye a karlendítős fotókat és videókat a kampány alatt, de a párt önmaga az már a baloldali blokk részének tekinthető, mint mondtam, Gyurcsány Ferenc ilyen taktikai
szövetséget kötött a Jobbikkal, amely korábban a második legerősebb ellenzéki párt volt, és ezzel a Jobbikot a baloldali blokk részének tekinthetjük. A Mi Hazánk az nem része ennek a baloldali blokknak, de ellenzéki párt, és ebből következően az ellenzék számára elérhető bizottsági és országgyűlési alelnöki jegyzői pozíciókból kell részesülnie, tehát ilyen szempontból a hatpárti baloldalnak és a Mi Hazánknak kellene megegyeznie a számukra elérhető egyharmadnyi tisztség elosztásáról. Hatházi Ákos agitálja friss pártársait arra, hogy ne vegyék fel a mandátumukat, illetve ne vegyenek részt a parlamenti munkába. A kérdése már megtörtént, a válasz, hogy ez nem fog bekövetkezni. De eljátszva a gondolattal, hogyha ez egyszer tényleg valamelyik választás után bekövetkezne, annak lenne valamilyen közjogi következménye? Hogy nem? Tehát azért azt is tegyük hozzá, hogy ezek a viták már számtalanszor lezajlottak. Tehát már 2010 után is azt láttuk a baloldali térfélen, hogy a baloldali, liberális és fővárosi értelmiség már minden választás előtt felvetette a választási bojkott ötletét. Ilyen volt egyébként Szerbiában, a nyugat-balkáni országokban, semmi értelme nem volt ott sem, mert a bejutó pártok töltik fel akkor a mandátumokat, tehát a bojkottáló pártok jártak rosszabbul. Tehát a bojkottot is mindig felvetik, a választás bojkottját mindig elutasítják. Aztán jön a következő cirkusz, ez tényleg gyerekes, leginkább a baloldali buborék lakóknak szól, hogy akkor ugye, hogy nem teszik le az esküt az alaptörvényre. 2014 óta már mindig letették az esküt az alaptörvényre. Vannak ilyen gyerekes képviselők, akik mondjuk záradékkal látják el az esküjüket, aminek semmilyen jogi következménye nincsen. Tehát például ezzel is próbálnak egy fizikai távolságot mutatni a nemzeti együttműködés rendszerével, vagy az alaptörvénnyel szemben, de hát gyerekes, mert ha nem teszi le az esküt, akkor nem élhet azokkal a jogosítványokkal, amik az eskütételhez vannak kötve. És ugyanezt látjuk most is, Hatházi Ákos mindig felveti, nyilván ezzel egyfajta radikalizmust mímel, egy radikalizmust próbál előadni, eljátszani a saját szavazója baloldali tábor felé. Hát ő is tudja, hogyha nem teszi le a képviselői esküt, akkor nem élhet azokkal a jogosítványokkal, amiket az országgyűlési képviselők ugye gyakorolhatnak, például nem intézhet kérdéseket, írásbeli kérdéseket a kormányzathoz, vagy mondjuk nem interpellálhat minisztereket, vezető kormánypárti politikusokat. És hát van egy másik közjogi következménye is, ha egy képviselő egy évig nem él a mandátumával, akkor megfoszthatják a mandátumától. Ugye láttunk erre már példát önkormányzati szinten is, tehát van egy ilyen következménye is, hogy aki nem jár be dolgozni, nem képviseli az ő szavazóit, nem él azokkal a jogosítványokkal, amiket a törvények neki biztosítottak, akkor egy új választás kell, vagy a listáról a következő csúszhat fel. Nyilván ezek ilyen szimbolikus gesztusok, ez egy ilyen kommunikációs fogás, amikor azt mondják, hogy bojkottálják, nem mennek be. És egyébként gyerekes is, mert például hogy azzal, hogy nem, az korábban azt mondták, hogy nem szavazzák meg a Fidesz által delegált mondjuk házelnököt, vagy alelnököket, bizottsági elnököket, és ugyanakkor elvárták volna, hogy a Fidesz megszavazza az ellenzék által delegált tisztségviselőket, és ugye a Fidesz itt is következetes volt, azt mondta, hogy jó, hát amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Ha ti nem szavazzátok meg a mi javaslatunkat, a mi tisztségviselőinket, akkor mi sem fogjuk a tiéteket megszavazni. Na, itt ugyanúgy hátraharcot csinált az ellenzék, és ebből a verbális retorikából, ami a baloldali szavazók kemény magjának szólt, ugyanúgy visszavettek, mint az alakuló ülés bojkottjából. Milyen hangnemre számít a következő 4 évben, illetve hogy a politikai kultúra az hogyan alakulhat? Számtalan dolgot láttunk itt az elmúlt ciklusokban, akárcsak például 2018-ban a munkatörvénykönyv módosításával kapcsolatban, amikor megpróbálták az ellenzéki képviselők fizikailag ellehetetleníteni a parlamenti munkáját. Tehát a parlamenten belüli és kívüli próbálkozásokra is számtalan példa adódik, a választók pedig 4 évente erről is akár véleményt mondanak. A következő 4 évben, úgy, hogy vannak ennek a politikai palettának, illetve a parlamenti palettának, a patkónak új szereplői is, mire számíthat, mit láthatunk mi, szavazópolgárok, állampolgárok? Hát miután a baloldali pártoknak a szűk elitje
került csak be a parlamentbe, kevesebb szakpolitikus, kevesebb vidéki politikus, ezért ugyanannak a politikának a folytatását várom. Ennek van egy ilyen teátrális része, egy színházi része, nyilván Hatházi Ákos is ennek a részese, hogy akár a parlamentben akcióznak, ugye Jakab Péter ebben a krumpliosztó szerepben jelent meg, vagy Szabó Tíme is a maga bekiabálásaival, vagy mások táblákkal, vagy más eszközökkel. Ugye felhívják magukra a figyelmet, jól oda mondanak a parlamentben, este bemennek az ellenzéki buborék média valamelyik orgánumába, jól elmondják még egyszer ugyanazt, majd hazamennek és két hónapig nem csinálnak semmit. Tehát ez az egyik része, tehát a parlamentben továbbra is ezt a verbális erőszakot, ezeket az ilyen színjátékokat várom, ezzel próbálják a lusta pártelnökök, a lusta politikusok igazából a teljesítményüket mémelni, színlelni. Akkor van egy másik típus, talán ez a volt Jakab Péter, aki az interneten huszárkodik, a Parizer kampányára, ha gondolunk, vagy más ilyen viccesnek gondolt akciókra. Tehát, hogy ilyen, ebből is többet várunk. Ugye Hatházi Ákos is leginkább ennek a mestere, hogy például repülővel berepül mások birtoka fölött, vagy drónfelvételeket dobnak be idézőjelben a postaládájába, vagy dokumentumokat. Tehát ez is egy külön műfaj. Ez talán egy kicsit érdekesebb, vagy több köze van a valósághoz, mint mondjuk a parlamenti odamondogatás. És hát a harmadik, ami meg a parlamenten kívüli munka, ott ugyanazt várhatjuk. Egyébként itt is már mindent meg mindennek az ellenkezőjét láthattunk. Ugye most sokat szóra felfedezték, hogy a vidéki Magyarországon, de egyébként a fővárosban is a bérből, fizetésből élők, a nyugdíjasok, vagy a kétkezi munkások már nem kérnek ebből a globalista alternatívából, ami csak a globalizáció nyerteseinek, egy szűk belvárosi elitnek, vagy egy fiatalok egy részének kedvez, csak akik tudnak élni a globalizáció előnyeivel. Tehát rájöttek, hogy ez így nem lesz jó, és ezért sokat szóra idézőjelben fel akarják szántani a vidéket, de ugyanezt láttuk már egyébként a Momentumnál is 5 éve, amikor a cselekvés köreit akarták létrehozni. Akkor ugyanezt láttuk Márki-Zay Péternél, aki az úgynevezett Kossuth köröket akarja létrehozni, vagy már létre is hozta, illetve hát most Újhelyi Istvánnál is ezt látjuk, aki sokat szóra feltalálta a spanyol viaszt, és a saját európai parlamenti mandátumának a 24-es megújítására akarja az egész MSZP-t is megújítani, és ő például ugye esélymozgalomnak hívná az MSZP-t, és ő esélyköröket hozna létre, ugyanolyan fából vaskarika, ugyanolyan értelmetlen tevékenység, mert ezek fentről lefelé létrejövő kezdeményezések, tehát nincsen valós társadalmi támaszuk, szemben mondjuk a Magyar Gárdával, ami mondjuk ugye a 2006 után jött létre, és egy valódi alulról táplálkozó tömeges mozgalom volt, vagy mondjuk a polgári körökkel, ami 2002-ben jött létre, és egy alulról táplálkozó tömeges mozgalom volt. Tehát ezt nem lehet föntről csinálni, és ezek a példák is mutatják, hogy sem a Kossuth körök, sem a Momentumos cselekvés körei igazából nem működnek érdemben, csak ott működnek, ahol van egy darab, mondjuk Márki-Zay mozgalmához tartozó képviselő, vagy polgármester, vagy Momentumnál is, ahol van egy vagy két olyan ember helyben, aki ezt csinálja, de nem tekinthető, legalábbis a tevékenységük alapján ez egy tömegmozgalomnak, vagy egy alulról táplálkozó, valóban élő szerves fejlődés eredményének. Hát ezeket gondolom, hogy csinálják. Hát nyilván a Mi Hazánk megpróbálja inkább a Jobbik, a régi Jobbik hagyományát feleleveníteni, és az aktivista hálózatot, a helyi jelenlétet próbálja építeni, akár a Magyar Gárda mozgalom romjain, ha még megmaradt aktivistákat próbálják talán újraindítani, mondjuk ez egy sikeresebb ígéret lehet, hiszen azért az egy tömegmozgalom volt, ha most már ugye alapjában meg is változtak a körülmények, például akkor nagyon rossz volt a közbiztonság a Gyurcsány-Bajnai korszak megszorításai miatt, most ugye nagyon sokat javult a magyar közbiztonság, a vagyonbiztonság, tehát például ez már nem biztos, hogy olyan mozgósító erővel hat a közbiztonságnak, a vagyonbiztonságnak a kérdése, de mindegy, tehát ők ebbe az irányba indulhatnak el, a baloldaliak pedig szerintem inkább a látványpolitizálásban fogják a megújulást keresni. Még egyetlen kérdést engedjen meg, nem rabolva az idejét. Visszatérve a beszélgetésünk elejére, ön is említette a politológiai tankönyvek meghatározása szerint az ellenzék feladata az alternatíva állítása. Rengeteg balliberális gondolkodó, közgazdász, neoliberális közgazdász hangsúlyozza azt, hogy a gazdasági válság hatására egy elég nehéz szerep következhet be, sőt, vizionálják esetleg a kormányváltást is. Alternatívaként az megállhatja a helyét, hiszen elnézve a kínálatot, vagy éppen a nem kínálatot, az, hogy Orbán Viktor nélkül megszűnnek a gazdasági problémák? Hát ez nevetséges. Tehát már ezt hallottuk egyébként 2010 után, hogy az IMF nélkül nincs élet,
Ezt hallottuk 2014-ben, hogy csak az uniós reformok és a megszorítások segítenek minket, különben Brüsszel nem segít, aztán mégis sikerült az ágazati különadókkal. Ugyanezt hallottuk 18-ban is egyébként, ugyanezt halljuk most is, hogy majd összeomlik a kormány. Ez egyébként azt mutatja, hogy az ellenzék tehetetlen, mindig valami külső forrástól várják a kormány megbuktatását, tehát nem a saját teljesítményüktől, hanem majd valami külső tényezőtől, most éppen az ukrán háború miatti gazdasági tevékenységtől. Tehát ez abszolút nonsens. A kormány egy erős felhatalmazással a gazdasági problémákat is tudja mesterelni, hogy 2010 után is megoldotta, és később is. Most is azt várhatjuk, hogy meg fogja tudni oldani. Az Unió fogja előbb-utóbb támogatni, vagy utalni a nekünk egyébként járó a klíma átállást költségeit fedező támogatásokat. És azt is láthatjuk, hogy minden ország bajban van, az infláció mondjuk Hollandiában sokkal magasabb, mint Magyarországon, és hát az Uniónak, a nyugatnak olyan egységes megoldásokat kell találnia, amelyek Magyarországra is vonatkoznak, hát ilyen szempontból nem kell aggódnunk, olyan lesz a helyzet nagyjából, mint a legtöbb környező országban, sőt, valamivel jobb is, hiszen az ástop, a benzinástop Magyarországon működik, a szomszéd országokban ilyenről keveset hallani.